Egyre gyakoribb, hogy egy-egy építéseink során 9 vagy akár 12 darab RGB csatlakozóra, vagy éppen PVM csatlakozóra van szükségünk. Legfőképp akkor, hogyha vízhűtéseket építünk, bele kell számítanunk a ventilátornak a világítását, a blokknak a világítását, illetve magának a háznak is most már egyre többször találkozunk azzal, hogy ARGB-s csatlakozóval szerelik, illetve ledekkel szerelik. És ki ne tudná ezt jobban, mint az Alfakul, cool, akitől most három terméket kaptunk bemutatásra, amit ezúton is köszönünk. Ezek a kor nevezetű RGB, illetve PVM splitterek lesznek, amiket most meg fogok nektek mutatni. Ugye az alapvető probléma, hát ha nevezhetjük problémának, abból indul, hogy nincs elegendő csatlakozó szám az alaplapunkon, mi ezzel tényleg számtalan esetben találkozunk. Ilyenkor jobb esetben azt szoktuk csinálni, hogy egy-egy csatlakozóra kötünk mondjuk egy négyes elosztó kábelt, és akkor azzal csatlakoztatjuk az alaplapra a megfelelő komponenseket, de mint említettem, ugye legtöbb esetben a pumpának is külön PVM csatlakozása, illetve lecsatlakozása van, ugyanez igaz a, ugye, értelemszerűen a ventilátorokra is. Na most az itt előttem lévő kis termékek közül különböző, három különböző variációt fogok tudni nektek megmutatni. Egy olyanunk van, ami csak RGB-t kezel, egy olyanunk van, ami csak PWM-et kezel, és egy olyanunk van, amit RGB-t, illetve pwm et is kezel. Na a mostani tesztünk én ide készítettem egy tápegységet, illetve egy RGB vezérlőt, illetve egy ventilátor vezérlőt. Erről fogjuk értelemszerűen leszedni az RGB-t, erről pedig a PVM jelet. Ez azért lényeges, mert ezek a kis eszközök, ezek nem kontrollerek, nem vezérlők, hanem csak sima splitterek. Tehát a, a jelet úgymond vagy alaplapról tudjátok levenni, ami, ami által tudjátok majd vezérelni is, vagy ugye az említett eszközökről, például egy kontrollerről, vagy egy venti vezérlőről. Lényeges, hogy hiába egy csatlakozóra kötitek rá, magát a feszültséget minden esetben az elosztóról fogja kapni. Itt rögtön rá is térek, egy SATA csatlakozóval adtok neki feszültséget, áramot, és értelemszerűen lesz egy main ága, tehát egy fő ága, amit az alaplapra köthettek, vagy az említett vezérlőre. Ez így van egyébként abban az esetben is, amikor csak ledet vesztek le, illetve így van, amikor csak és így van az akkor is, amikor PVM-et és ledet is egyszerre vesztek le. Egész jól ki van ez találva, amilyen, amilyen egyszerűen hangzik, tényleg olyan egyszerű is. Tehát magák a, a fő kábelek, azokat csatlakoztatjuk bele a vezérlőnkbe, azokat pedig rá az alaplapra. Előkészítettem ide két ventilátort is, hogy gyorsan tudjam nektek ezt prezentálni. Úgyhogy kezdjük talán, a, úgy, ahogy, ahogy említettem, vagy ahogy én is felsoroltam, magával az RGB-vel vezérlővel, simán egy kétpines csatlakozáson keresztül fogtok belemenni a vezérlő, vagy vezérlő, mert hibázok én is, magába az elosztóba, annak adunk, lekapcsoljuk itt a tápegységet, Annunk, annak adunk egy SATA póvert, így van, és ami kijön a vezérlőből, azt csatlakoztatjuk rá, a, vagy kijön a splitterből, azt csatlakoztatjuk rá a vezérlőre. És akkor magára az elosztóra pedig 11 darab euh, ARGB-s eszközt, letszalagot, ventilátort, pumpát, blokkot, amit akartok, azt tudtok rácsatlakoztatni. Egy a lényeg, hogy ARGB-s hárompines led legyen szerelve. Én most két ventilátort választottam, azzal szeretném nektek megmutatni. És ugye most úgy van, hogy ezen a nem nagyon látszik a kamerában, de ez a mi, mi vezérlőnk, itt van maga a splitter, és akkor mindjárt megkeresem a ventilátor, vagy a távirányítót, mert ez egy ilyen egyszerű, hát hogy mondjam, puritánabb megoldás, ugye, hogyha az alaplapra kötitek, értelemszerűen onnan fogjátok tudni vezérelni. Na, és nagyjából ennyi ennek a kis elosztónak a lényege, ízléses, vékony, szépen kidolgozott, jó minőségű műanyag burkolata van, és kapunk hozzá egy ilyen kétoldalas tépőzárat, amivel föl tudjátok ragasztani adott esetben a házatokra, ha szeretnétek. Ugyanezt megkapjuk csak... PVMS megoldásként, úgy szintén SATA csatlakozóval adtok neki feszültséget. Ezt kötitek az alaplapotokra, és akkor az onnan -on kapott jelet továbbítja ebbe az elosztóba, és úgy vezérli a ventilátorokat. Mi most nem alaplapot használunk, hanem ezt a ventilátor vezérőt, mert itt szépen meg tudom nektek mutatni az aktuális fordulatszámot. Ugye most ez nulla, éppen azért, mert nem működik róla semmilyen ventilátor. Rákötöttem magát a splittert, még mindig nulla, és akkor a splitterbe ez egészen egytől van tízig, hogyha jól látom, és akkor nézzük is meg rögtön, hogy hogyan megy és már forog is a ventilátorunk értelemszerűen. És itt is lényeges az, hogy magát az alaplapot nem terheljük, onnan csak a jelet vesszük le, a PVM jelet, és az van továbbítva ugye a ventilátorokhoz. Most bekötöm gyorsan a másikat is. Így. Na és akkor van egy olyan megoldásunk, ahol a PVM, illetve a ledes lehetőségeink azok egy egybe vannak, és itt szépen egymás mellett vannak elhelyezve a, a LED, illetve a, a PVMS csatlakozók, a 4 pines csatlakozó és a három pines LED csatlakozó. Ebben az esetben ugye annyival nehezebb dolgunk van, hogy magára erre a vezérlőre csak 6 Hat, egység, egységet tudunk rákötni, még ugye a másik kettőre külön-külön 11-et, illetve 10-et. Igazából ezt most, hogyha nem haragudtok meg, akkor nem kötöm be, lényegében ugyanazt kapjátok, és ugyanazok a, a, a tulajdonságaik, hogy van egy main kábelünk, amiről a PVM-et szedi le, illetve egy, amiről magát a lednek a, a jelét kapja meg, és ezt továbbítja külön, hat különböző csatornára. Ami, ami még lényeges itt a csatornák szempontjából, hogy külön nem vezérelhetőek, tehát egy fő jelet kap, és úgy működik az összes komponens, amit beköttök. Na hát, fiúk, lányok, ennyi lett volna röviden a kors splitter-szériának a bemutató videója, amit még érdemes megemlíteni. Azok az árak. Most pillanatnyilag ilyen bruttó 6500 forint körül vannak, tehát bátran lehet azt állítani, hogy nagyjából két ilyen elosztókábelnek az árába vannak, de viszont sokkal ízlésesebben van megoldva vagy kitalálva, és ha azt nézzük, hogy az alaplap felől csak egy darab, vagy adott esetben két darab kábelt kell rákössünk, szerintem ez egy jó vétel. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek volna, meg is tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok!